Kylian Mbappé Lottin, világbajnok francia válogatott labdarúgó, a Real Madrid csatára. A 2022-es labdarúgó világbajnokság döntőjében mindössze második játékosként a sportág történetében mesterhármast szerzett. Apja kameruni, anya algériai származású. 2013-ban került a Monaco akadémiájára, 2015. december 2-án debütált az első csapatban a bajnokságban, a Caen elleni 1-1-re végződő mérkőzésen, a 88. percben Fabio Coentro cseréjeként lépett pályára. Ezzel a pályára lépéssel megdöntötte Thierry Henry 21 éves rekordját, mivel ő 16 évesen és 347 naposan debütált. 2016. február 20-án megszerezte első gólját a Troyes ellen, 17 évesen és 62 naposan, amivel ismét Henry rekordját döntötte meg a francia klub történelmében. Márciusban megkötötte élete első profi szerződését a klubbal, ami 3 évre szólt. A fiatal játékost az Arsenal, a Juventus és a Paris Saint-Germain is szerződtetni akarta, október 21-én a Montpellier elleni 6-2-re megnyert bajnoki mérkőzésen volt és 2 gólpasszt jegyzett. Decemberben a kupában a Rennes ellen 7-0-ra megnyert mérkőzésen mesterhármast szerzett. Sonny Anderson 1997-es mesterhármasa óta ez volt az első a klub történelmében. Február 11-én a Metz ellen ismét mesterhármast szerzett az 5-0-ra megnyert mérkőzésen. A bajnokok ligájában a Manchester City elleni oda-visszavágón is eredményes volt, a második mérkőzésen a 8. percben egy baloldali támadás végén Bernardo Silva beadott labdájából szerzett gólt. Április 12-én a Borussia Dortmund ellen 3-2-re megnyert bajnokok ligája negyed döntő első mérkőzésén 2 gólt szerzett. 16. percben büntetőt harcolt ki, de ezt Fabinho kihagyta. 3 perccel később Thomas Lemar által a bal oldalról középre passzolt labdát a lesen lévő Mbappé lőtte a kapuba, de a játékvezető megadta a gólt. A 79. percben Lukasz Piszczek gyenge passzára Mbappé csapott le, aki aztán zicserben kilőtte a bal felső sarkot. 2017. augusztus 31-én a Paris Saint-Germain egy évre kölcsönvette a Monakótól, két klub közötti megegyezés értelmében a párizsi klub 2018 nyarán végleg megvásárolta Mbappé játékjogát 145 millió euróért, amely összeg a különböző bónuszokkal együtt még 35 millió euróval egészült ki, ezzel pedig Mbappé a világ második legdrágább igazolása lett csapatása Neymar után. Szeptember 8-án debütált új csapatában a Metz elleni 5-1-es bajnoki győzelem alkalmával, 4 nappal később első gólját is megszerezte a Bajnokok Ligája csoportkörében Skót Celtic elleni 5-0-ás győzelemmel végződő találkozón. PSG 3-0-ás győzelmet aratott a második körben a német Bayern München felett, Mbappé 2 gólpasszal vette ki részét a sikerből. 2018. október 7-én a Paris Saint-Germain az Olympique Lyon-t fogadta hazai pályán, és a 61. percben megszerezte a mérkőzésen az első gólját, majd 13 perccel később már 4 gól fűződött a nevéhez. 2023. július 31-én bejelentette, nem hosszabbítja meg szerződését a klubbal. 2024. június 3-án a Real Madrid bejelentette, hogy leszerződtették a játékost. Az évek során a spanyol csapat több ajánlatot is tett a francia csatár játékjogáért, de az átigazolás hol a Paris Saint-Germain, hol pedig a játékos részéről nem jöhetett össze, így 2024 nyarán ingyen szerződött Madridba. Magánélete. Mbappé gyakorló keresztény hívő egy interjúban arról beszélt, hogy tinédzserként milyen áldozatokat hozott, hogy a futball fejlődésére összpontosítson, idézem, tinédzserkorban nem éltem át az úgynevezett normális emberek életét, mint amikor kimentem a barátokkal, élveztem a jó időket, de annak ellenére, hogy kimaradok a normális életből, olyan életet élek, amiről mindig is álmodtam. 2023-ban több mint 110 millió követője volt az Instagramon, folyékonyan beszél franciául, angolul és spanyolul. Mbappé botránya. Kylian Mbappé és barátai a múlt héten 2 napra Svédországba látogattak, a francia és kísérete többek között csütörtök este egy étteremben járt, majd egy nightclubba látogattak el, ahol több emberrel is találkozott. A hírek szerint a rendőrség nemi erőszak ügyében nyomoz a csatár ellen. A bűncselekményre csütörtökön kerülhetett sor Stockholm központjában. A rendőrség a bizonyítékok felkutatása során ruhákat foglalt le abban a szállodában, ahol Mbappé és barátai megszálltak, később pedig egy nő is megszólalt, aki részt vett a világbajnok csatár bulián. Mbappé természetesen minden vádat tagad, a futballista klubja, a Real Madrid pedig még nem szólalt meg az ügyben. Köszi, hogy megnézted a videót, ha tetszett, dobj egy lájkot, és ha még nem tetted volna, meg iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le az újabb kontentekről.